Kedves nézőink, ez itt ismét a Navigátor, a Pécsi Tudományegyetem legfontosabb híreivel. Idén 50 éve, hogy megalakult a radiológiai klinika Pécsett, ez alkalomban rendeztek konferenciát az MTA papszékházában. Fennállásának 50 éves jubileumát ünnepelte a radiológiai klinika. Az 1964-ben alakult intézmény azóta minden tekintetben nagy fejlődésen ment át. A visszatekintés az orvosok, szakdolgozók számára más és más emlékeket idéz fel. Csere Tibor így értékelte az első 30 évet. Olyan körülmények között, amik akkor rendelkezésre álltunk, mi tulajdonképpen európai színvonalú radiológiai ellátást tudtunk nyújtani. A terápiás lehetőségek azok kicsit később fejlődtek kellően, de akkor is volt telekobalt készülék, amiben le tudtunk kezeléseket végezni. Aztán gyorsító az már kicsit későbben került beszerzésre. Tehát abban az időben a korszerű sugárterápia telekobalt volt, ami itt Kuhn professzor vezetésével az intézet szintén magas szinten művelt. Horváth László, aki szintén sok szállal kötődik a klinikához, hiszen 8 évig igazgatója is volt, kollégáival először szervezte meg a Pécsi Intervenciós Radiológiai Szimpóziumot 1997-ben. Az intervenciós radiológia című kis sarkát a radiológus szakmának hát elég magas fokra sikerült föltornáztatni. Ebben nem csak az én vezető időm van benne, mert az első főnököm és a második főnököm is abszolút pozitívan állt hozzá, és semmivel nem fejlődött lassabban vagy gyorsabban, mint akkor, amikor én magam voltam a klinika igazgatója. A klinika az utóbbi 10 évben ugrásszerű fejlődésen ment keresztül, amit nagyrészt pályázati lehetőségekkel ért el, mondta el a radiológia jelenlegi vezetője. Maga az irányvonal az egyértelműen a digitális radiográfia, radiológia megteremtése irányába zajlott. Ezen a technológiai fejlesztésen nagyon sok múlt, mert itt nem csak a digitális képek berendezéséről van szó, hanem egy olyan munkafolyamat bevezetéséről, ami illeszkedik a digitális technológiához. És össze kellett hangolnunk egy olyan szoftverrendszerrel, ami ezt az egészet professzionális módon kezelni tudja. A klinika igazgatója szerint mindez a személyzet gondolkodásában, tudásában is egy magasabb színvonalat jelent, így mára nemzetközi szinten is egy korszerű klinika működik Pécsett. Ha pedig befejeződik a 400 ágyas klinika rekonstrukciója, ahol a radiológiai klinika nagy része elhelyezkedik, valóban a legjobb nyugat-európai országoknak megfelelő minőségű szolgáltatásokkal tudnak a betegek rendelkezésére állni. Idén is átadták az Amadeusz alkotói ösztöndíjakat a PTA legtehetségesebb képzőművész hallgatóinak. Az Amadeusz Művészeti Alapítvány évek óta támogatja a tehetséges fiatal zene- és képzőművészeket. A legnagyobb hazai művészet pártoló magánalapítvány és a Fundamenta Lakáskassa ZRT így évek óta közösen hirdet alkotói ösztöndíj pályázatot ennek szellemében. Az idei díjakat Pécsett az Art & Med galériában adták át a PTA tehetséges művész palántáinak. A kisalkotói ösztöndíjak mellett ebben az évben is két nagy alkotói ösztöndíjat adományoztak szobrász, illetve festő kategóriában, az arra a legérdemesebbeknek. Két olyan munkám van, ami így teljesen különbözik egymástól. Az egyik a székesmalom, az ilyen talált székekből raktam össze, a másik meg egy konstruktív fém munka, ami így meg pontosságot, meg precizitást követel. A másik munka meg inkább ilyen talált dolgoknak az összerakásából jött létre. Festő kategóriában Hegedűs Evelint már tavaly is jutalmazták, akkor kisalkotói ösztöndíjat kapott. Nekem a nagyapám is amatőr festő volt, és ugyan soha nem tudtam róla festészetről beszélgetni vele, de maradt rám tőle egy rakás régi fotó, és ezek, amint megláttam, őket meg itt lettek, és az elmúlt 3 évben folyamatosan próbálkoztam a feldolgozásukkal, de úgy, hogy ne csak egy egyszerű fotómásolás legyen, hanem valamilyen érdekesebb módon legyenek feldolgozva, és akkor hát tavaly is egy hasonló munkával nyertem díjat egyébként, és most kitaláltam, hogy ezek az áttetsző kezeléshez adhat neki még inkább emlékjelleget.
A kiállított képek, szobrok május végéig tekinthetők meg a Nádor, azaz nemrég Ertendmed névre keresztelt galériában, abban az autentikus környezetben, ami a fiatal művészek alkotásaival ötvözve képviseli azt a magas minőséget, amit a művészeti kar képzőművészeinek munkája hordoz. A munkákból a hagyományokhoz hűen több a lakáskassa vállalati gyűjteményébe kerül majd a kiállítás után. A következő percekben két tehetséges fiatallal beszélgetünk, mindketten a PTN hallgatói, mindkettőjükhöz közel áll az újságírás. Olyannyira, hogy a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtóegyesület nemrég az év írása pályázaton díjazta munkájukat. Itt van velünk a stúdióban tehát Bartakovics Bettina, a Fészek és az UNIF Pécs újságírója, és Szabó Dorottya, a Konfabula szerzője. Utóbbi orvoskari lap idén egyébként az év diák újságja lett felsőoktatás kategóriában. Szeretettel köszöntelek benneteket itt a stúdióban nálunk. Szia! Beti, téged publicisztika kategóriában díjaztak Bíró úr időt kérek című munkádért. Kicsit beszélj erről, kérlek, ugye az idő volt a központi téma cikkedben. Igen, ez egy saját ötlet alapján született ez a téma. Az UNIF Pécsben írtam. Körkérdést is a témával kapcsolatban a hallgatókat megkérdeztem, hogy állnak a késéssel magával, miért késnek mindig, miért az utolsó pillanatra hagyják a fontos elintézni valókat, és igazából így magamból indultam ki, mert én is mindenhonnan elkések. Pont ezt akartam kérdezni, hogy neked milyen az időbeosztásod, hiszen azt szerepelt ugye a cikkben, hogy rád talán az a legjellemzőbb, hogy az utolsó pillanatban vagy a leghatékonyabb. Igen, igen, ezt a cikkben is kifejeztem, hogy igazából azért is hagyok mindent a végére, mert tudom, hogy ilyenkor pörgök fel a legjobban. És valójában, amikor ezt a témát kitaláltam, aközben is pont elkéstem egy szerkesztőségi ülésről, úgyhogy innen jött az ötlet, és nagyon tetszett a főszerkesztő hölgynek is, úgyhogy így mindenképpen jó ötletnek tartotta. És mikor írtam ezt a cikket, akkor is késésben voltam, tehát határidő utáni pillanat volt már. Hajnalban írtam ezt a cikket, másnap zéháztam, tehát közben tanultam is. De meghozta az eredményt. Igen, igen, így egy óra alatt így hip-hop meg lett, hál' Istennek, és másnak is tetszett akkor ezek szerint. Dorottya, te pedig interjú kategóriában nyertél, Út a csúcsra címmel készítettél egy interjú Gyöngyösi Levente zeneszerzővel. Az interjú az hozzád közel áll, vagy talán esetleg a kedvenc műfajod is, hogy állsz ezzel a kérdéssel? Igazából ez volt így talán a második vagy harmadik interjú, amit így a Konfabulába írtam, szóval még eléggé ilyen próbálkozós időszak van, de amúgy szeretek interjúzni, főleg, hogyha az Alany is így partner ebben az egész dologban. Ugye tőle is függ nagyon sokban az elkészült interjúnak a minősége. Ebben az interjúban hogy érezted, mennyire tudtatok egymásra hangolódni, milyen élményekkel zártad ezt a beszélgetést? Fú, hát előtte nagyon izgultam, mert még soha nem találkoztunk Gyöngyös Leventével, ez volt az első alkalom. Viszont nagyon közvetlen volt, és kedves, és bőbeszédű, úgyhogy nagyon kellemes volt vele beszélgetni, és jó érzéssel távoztam az interjúról. Ugye mind a ketten egyetemistáink vagytok, te Dorottya az orvoskarra jársz, te pedig a közgázra. Az a szakterület, az a tudományterület, amin ti ugye tevékenykedtek, és majd a hivatásotok lesz, az egy kicsit jobban érdekel esetleg titeket, ebben szerettek elmélyülni, amikor írtok, vagy teljesen különbözik az érdeklődésetek, hogyha ha az újságírásról beszélünk? Nem is tudom, szerintem nálam így egybeolvad így a kettő. Úgyhogy nem mondanám azt, hogy... Tudsz profitálni mondjuk az egyetemi tapasztalataidból, igen, amikor igen, írsz? Mindenképpen. Te hogy látod? Hát szerintem is összefügg a kettő, főleg, hogy ugye az orvoskari lapba írok, és az orvostan hallgatókat próbáljuk megszólítani, úgyhogy próbálunk olyan témákat találni, amik nekik is érdekesek lehetnek. Viszont nem feltétlenül csak orvosi témában szeretek írni, sőt, néha így kikapcsolódás másmilyen jellegű dolgokról is írni valamit. Van esetleg olyan témátok, ami különösen kedves volt, és írtatok róla egy élmény? Vagy esetleg egy olyan téma, amiről szeretnétek majd cikket készíteni? Én mindenképpen a kék gazdaság kérdésköréről szeretnék majd... Ez neked kapcsolódik a szakmádhoz, szakterületedhez? Igen, igen. Ebből szeretnék majd TDK-zni is, ebből a témakörből, úgyhogy szerintem lesznek majd cikkeim is belőle. És a kettő tudja építeni egymást. Igen. Dorottya, nálad? Én így nem tudom még ennyire előre, tehát így én mindig így, ami jön éppen és eszembe jut arról szeretnék, viszont így a TDK kapcsán eszembe jutott, hogy szerintem az ilyen jellegű dolgokból az ember sokat profitálhat,
például egy TDK munkánál is, vagy hogyha bármilyen beadandót meg kell írni, akkor nagyon jó, hogyha az embernek a fogalmazási készsége azért, hát így egész jó. Említetted már a kikapcsolódást, de éppen arra lennék még kíváncsi, hogy az egyetemista léthez hogyan tud ez hozzá kapcsolódni, ez a fajta tevékenység, ami nyilván most még talán csak egy hobbi, talán később több, mint hobbi. Ez egy felfrissülés, egy kikapcsolódás, vagy egy szakmai továbbépülés? Én mindegyiknek mondanám igazából. Érzem én is, hogy szakmailag fejlődök így évről évre, mert írok. Szerintem is nagyon fontos, hogy kifejezhessük magunkat könnyebben a szakdolgozathoz is. Úgyhogy hát szerintem szakma is és kikapcsolódás is, és az a jó tényleg, hogyha olyat dolgozok, amit szeretek is. Én ezzel egyetértek. Teljesen. Köszönjük szépen, hogy a vendégeink voltatok, és gratulálunk ehhez a nagyon szép elismeréshez. Köszönjük. Most pedig egyetemi hírekkel folytatódik a Navigátor. 15. alkalommal rendezte meg a Pécsi Tudományegyetem Ibero-Amerika központja a legnagyobb spanyolul, portugálul beszélő világ bemutatását szolgáló tudományos-kulturális rendezvénysorozatot, az Ibero-Amerika hetet. A legfőbb célja az, hogy azt a fantasztikus méretű kultúrát és azt a tudományt, ami ott felhalmozódott, azt Európában és ezenből is Magyarországon és Pécsen terjeszteni tudjuk, és ehhez megfelelő fórumokat tudjunk biztosítani mind az érdeklődők részére, mind a diákok részére, mind a kutatók részére. A többnapos program egyik kiemelt vendége volt hazánk braziliai nagykövete annak kapcsán, hogy most először az Ibero-Amerika héten a nálunk tanuló brazil diákok találkozójára is sor került, hagyományteremtő szándékkal, hiszen egyre több brazil hallgató érkezik Magyarországra. Népszerű a program, ez 3 évvel ezelőtt indult az ottani minisztériumból. Kormányprogram, ez a Ciencias Sin Fronteras program, tudományhatárok nélkül, ezt a brazil kormány finanszírozza, és meglepő jelentkezés száma, hiszen tavaly legelőször talán 400-an jelentkeztek, aztán ez most már ott tart, hogy 4000 potenciális jelentkező van a következő tanévre. Magyarország egy nagyon befogadó ország, örömmel jönnek ide a diákok, és hiszen nem csak Magyarországot, hanem a környező országokat is meg tudják nézni. További különlegessége volt a kulturális tudományos hétnek a minden évben megrendezett Latin Amerika parlamenti szalon, amit most először a program részeként Pécsre szerveztek. Résztvevői olyan aktuális kérdéseket vettek górcső alá, mint a fenntarthatóság és a környezetvédelem. A tervek szerint a konferencia előadásai kötetben jelennek majd meg spanyol és portugál nyelven a PTE Ibero-Amerika központja által. Így futnak sorversenyen összekötött cipőfűzővel a tesis szakhéten a hallgatók. A népszerű sporteseményt minden évben a második évfolyam szervezi a legkülönbözőbb sportágak felvonultatásával. A testnevelés szakhét az igen nagy hagyományokkal rendelkezik a Sporttudományi Intézet és annak jogerőd intézményeiben. A hallgatók szívesen jönnek ide, és ilyenkor az évfolyamok tudnak egymás között versenyezni, kapcsolatokat tudnak egymással teremteni, ugyanis ez a kreditrendszer egy kicsit szétbontotta azokat a lehetőségeket, hogy a hallgatók jobban összetartsanak. A szakhéten a váltóversenyek mellett olyan közkedvelt programok kaptak helyet, mint a vízidiliként apostrofált vízi vetélkedő, ami kétségkívül az egyik kedvenc volt a hallgatók körében. Nem megszokott feladatok vannak, az biztos, minden eszközt felhasználunk, papustól, pólótól, karúszótól kezdve mindent. Nem megszokott úszás nevekbe kell úszni, hanem minél viccesebben és minél kreatívabban kell megoldani a feladatokat, és tényleg ismerésem a másodéveseknek, mert nagyon jó feladatokat találtak ki nekünk. A 3 napos vetélkedő sorozata tervek szerint jövőre a végzett hallgatók számára is nyitva áll majd, ahol mindenki megmérkőzhet oktatókkal, hallgató és volt hallgatótársakkal a tesis szakhét programjain. Tizedik alkalommal rendeztek karriernapot és állásbőrzét a Pécsi Tudományegyetemen, hogy résztvevői egy időben egy helyen 30 kiállító állás kínálataiból válogathassanak, valamint megismerkedhessenek a kiállító cégek, szervezetek, ösztöndíj és gyakornoki programjaival.
A népszerű esemény arra is alkalmat adott, hogy egyéni tanácsadások, coachingok segítségével, személyre szabott információkkal gazdagodjanak az érdeklődők, álláskeresők. Én elég fiatal vagyok, még csak első éves hallgató. Én a gyakornoki programokra kérdeztem rá, hogy ott is ugyanolyan felvételi rendszer van, és azokra kérdeztem rá, hogy milyen fő kérdésekre, mikre kell figyelni, hogy lehetne felkészülni rá, és ezekre kaptam jó ötleteket. Volt, aki az önéletrajzával kapcsolatban szeretett volna jó praktikákat kapni. Én korábban vettem már részt hasonló jellegű ilyen segítségen, tanácsadáson. Kicsit más jellegű szempontok szerint néztük meg ugyanazt az önéletrajzot, és újabb álláspont és újabb nézőpontot néztem meg, és sok segítség volt számomra. A segítség mellett azonban van, aki, bár még az iskolapadban ül, már most határozott elképzelésekkel halad a munkába állás felé vezető úton. Engem az ilyen projekt, pénzügyek, bankszakma, meg ilyesmi érdekel már most, és remélem ebben is fogom megtalálni a végén a helyemet. A tanácsadások, kerekasztalbeszélgetések és a kiállító cégek nyújtotta állásajánlatok mellett előadások, workshopok várták a látogatókat, olyan hasznos témákat bontogatva, mint például, hogy mitől jó egy motivációs levél, és mit érdemes tudni a testbeszédről. Új egyetemközi megállapodás született a kínai Hanzsú Normál Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem között azzal a kooperatív szándékkal, hogy a két intézmény között a közeljövőben diákcsereprogram induljon kínai és magyar diákok részvételével. Ha két-három hallgató cseréjét el tudjuk indítani, ahogy ön mondta, szeptembertől, akkor látni fogjuk azt, hogy érzik magukat a hallgatók, milyen módon tudjuk ezt tényleg megvalósítani, adott esetben ösztöndíjakkal támogatni, vagy másfajta juttatásokkal, kedvezményekkel támogatni. Oktató cserébe most még pillanatnyilag nem gondolkozunk, de valószínűleg, hogy egy-két szemeszter után oktatók cseréje is elképzelhető, vagy rövidebb távú oktatásra érkeznek, vagy pedig közös projekteknek a továbbvitelére érkeznek. A kínai egyetem képviseletében Duvei elnök úr elmondta, a város és az egyetem szellemisége egyaránt megérintette őket már az első pillanatban, a mostani aláírás pedig remélhetőleg csak az első lépés az együttműködésben. A Pécsi Tudományegyetem olyan hosszú hagyományokra tekint vissza, olyan magas minőségi oktatás jellemző rá, hogy egyértelmű, miért gondolkodunk hallgatói csereprogramokban. Először egy-egy szemesztert tölthetnének nálunk a magyar hallgatók, és ugyanígy a mi diákjainkat is elküldenénk Pécsre, ebbe a gyönyörű környezetbe. Ezen kívül oktatói cserében és kurzusokban is gondolkodunk. A találkozón Zeller Gyula rektorhelyettes megfogalmazta, mennyire fontos a nemzetközivé válás az egyetem számára, amihez a mostani kooperáció is nagyban hozzájárul. Dallamok Herceg Gyula, az olasz nyelv tudósa tiszteletére csendültek fel a Kodály Zoltán gimnázium diákjainak előadásában, az alkalomból, hogy a nyelvésztanár szótárkészítő szülőházának falán 10 évvel halála után most emléktáblát helyeztek el. Herceg Gyula több szállal kötődik a Pécsi Tudományegyetemhez, jogerőd intézményében az olasz tanszék és a spanyol szeminárium alapítója, tanszékvezetője volt, kollégái, tanítványai őrzik sokoldalú munkásságának emlékét. Az elhelyezett műalkotás Madarasi István szobrászművész keze munkáját dicséri, ami a Király utca 12-es számú ház boltív közfelüli oldalának falán került elhelyezésre, a neves olasz nyelvtudósra emlékezvén. A Pécsi Galéria adott otthont az idei évvégi DLA kiállításnak, ami a tanévet illeti természetesen. Ilyenkor már évek óta hagyomány, hogy a művészeti kar doktorandusz hallgatóinak munkáiból egy válogatás megtekinthetővé válik a pécsi közönség számára is. Ez alkalommal 22 művész munkásságába nyerhettünk betekintést. A különböző stílusú, hangulatú és mondani valójú alkotások hűen tükrözik azt a sokszínű látásmódot és magas minőséget, ami Pécsett a művészeti karon jelen van, hangsúlyozta Colin Foster, a kar egyetemi tanára. A hallgatók egy igazi zenei csemegével is gazdagodtak a kiállításon. Szabó Clarissa Médea Hangerdő című alkotása ugyanis megihlette Márta Istvánt, a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Igazgatóját, aki ez alkalommal a zeneszerzői minőségben bemutatta, mire is inspirálta a mestermű.
Egyetemünk felnőttképzési és emberi erőforrásfejlesztési kara és a Babits Gimnázium közösen szervezett kiállítást, melynek témája az a szellemi kulturális örökség, amit a Matyó népművészet magában hordoz. A diákok abból a népi műveltségből kaptak ízelítőt, melynek összetevői a népművészet, a vallási hagyomány, a jeles napok és a rítusok világa, és persze a tánc, a népdal és a népzenei szöveg folklór. A kiállítás a Mezőkövesdi Matyó Múzeum és a Matyó Népművészeti Egyesület gyűjteményéből való, melynek egy része Kis Jankó Bori hímzőasszony mintaíró hagyatékából és tanítványainak munkáiból származik. A díszes terítők, ünnepi viseletek és fejfedők, népviseletbe öltöztetett babák hűen őrzik a múlt értékeit a jelen és a jövő számára, ami a kiállításnak köszönhetően most a látogatók elé tárult. Új bemutatóval várt a közönségét a Janus Egyetemi Színház társulata. Ez alkalommal Samuel Beckett Zene és szöveg című rádiójátéka adta a főcsapás irányt, a cselekményt azonban Zakariás Máté együtt írta a színészekkel. A koncepcióm, amikor az Andrásikkal beszéltünk erről, az volt, hogy ennek a darabnak a témáit kibontjuk a mi korosztályunknak a problémáival, és erre reflektálva kérdéseket teszünk fel. Tehát nincsen főcsapás vonalunk. Sok mindent lehetne mondani, hogy éppen erről a tételmondatról szól, arról a tételmondatról szól, de sarkítaná a dolgot. Tehát, hogy inkább ennek a koncepció mentén azt akartam, hogy a színészekről, az ő problémáikról és a darabon keresztül tudjunk egy előadást létrehozni, együtt gondolkodva. Máté most először próbálta ki magát rendezőként, hogy lesz-e folytatás az a jövő zenéje. Mi minden esetre bízunk benne. PTS siker született Budapesten a Diákmenedzsment bajnokság döntőjében. Az országos megmérettetésre 26 felsőoktatási intézmény több mint 700 diákja jelentkezett, a legjobbnak pedig a Derdák Péter, Mag Dániel és Ronta Ákos alkotta pécsi csapat bizonyult. Dani és Ákos tagja volt a 2012-ben győztes csapatnak is, így a verseny történetében ők az első duplázók. Ezt a rutint jól tudták kamatoztatni az idei versenyben. Szinte mindent tudtunk róla, mert ezen már többször részt vettünk, sőt meg is nyertük korábban, úgyhogy nagyjából tisztában voltunk magával a feladattal. Mindig más vállalkozás az, amit szimulálunk, tehát a részletek azért eléggé újak minden évben, de a folyamattal már tisztában voltunk. A verseny három fordulóból állt. Egy infokommunikációs cég vezetőiként kellett helytállniuk a regionális élőselejtezőben és az online középdöntőben szimulációban. A fővárosi döntőben már az előadói képességükre is szükségük volt a versenyzőknek, és egy általuk elkészített munkáltatói márkaépítésről szóló esettanulmányt kellett prezentálniuk. Gyakorlatilag egy olyan vállalatot kellett irányítanunk, ahol táblagépeket, okostelefonokat gyártott maga a cég, és akkor ennek a termelését kellett optimalizálni, mennyi termelőre van szükségünk, mi határoztuk meg az ott dolgozók bérét, a termékek árát, és akkor ennek megfelelően alakult a verseny. A prezentációs rész a döntőbe, ott pedig egy banki problémát kellett megoldani, egy humán erőforrás problémát. A szimuláció és a prezentáció a döntőben olyan jól sikerült a pécsi triónak, hogy az elérhető 100 pontból 99,8 pontos eredménnyel zártak. Vajon mi lehetett a siker titka? Alapvetően tudtuk, hogy kiknek kell eladni ezt a problémát. Az előadási módunk is nagyon jó volt, úgy vélem. Ezen kívül rengeteg olyan dologra gondoltunk, amikre mások nem. Illetve persze Daniék oldaláról a rutin, az ízléses prezentáció, amit el tudtunk készíteni, az, hogy tudtunk választási lehetőséget adni több szenárió közül.
A fiúk értékes ajándékokkal gazdagodtak a verseny támogatóinak jóvoltából, de természetesen ezeken kívül is profitáltak a versenyből. Nagyon fontos még az, hogy kapcsolati tőkét nyer ezzel az ember, nagyon sok olyan hallgatót megismerhet a verseny alatt, akik aztán, hát akik tehetségesek, akik tenni akarnak, akik már ideig eljutottak önerőből, és ővelük aztán később is megmarad a kapcsolat, valami észre a más nem, akkor legalább látásból ismerjük egymást, illetve a támogatók közül is sokat megismerhet az ember. A Pécsi Tudományegyetem hallgatója Budapesti Gazdasági Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem csapatai előtt végeztek az élem. A következő percekben egy lisztérzékeny bloggerrel ismerkedhetnek meg, Sütő Monika, kommunikáció és médiatudomány szakos hallgató vizsgafilmjén keresztül. A lisztérzékenység az immunrendszer tartós érzékenysége, amit az egyes gabonafélékben található anyag, a glutén idéz elő. Magyarországon folyamatosan nő a lisztérzékeny betegek száma, csak nem minden 50. embert érint. Megelőzni nem lehet, az egyetlen gyógymód az élethosszig tartó diéta. Dórival gluténmentes palacsinta sütése közben beszélgettünk arról, hogyan telnek a mindennapjai egy lisztérzékenynek. 2 éve lesz nyár elején, hogy kiderült. Igazából már előtte évekkel nagyon sok tünetem volt, csak nem jöttünk rá, és az orvosok se jöttek rá, hogy mi okozza ezeket a tüneteket. Nagyon gyakran voltam felpuffadva, rengeteg savam volt, és akkor végül 2 éve derült ki, hogy mi okozza ezeket. De ez nem csak nekem volt egy nagyon nagy trauma, hanem a családomnak is, hiszen most már nyilván nekem a legnagyobb, de nekik is oda kell figyelni arra, hogy mit teszünk, hogyan eszünk, hogy tényleg mindenki nézze meg, hogy ne legyen morzsás az asztal, meg törölje le maga után, mert azok is sajnos problémát okozhatnak. Napjainkban, mikor szinte minden egy karnyújtásnyira van tőlünk, meglehetősen kevés helyen szerezhető be gluténmentes élelmiszer. Sajnos a hiper-szupermarketekben nem nagyon vannak ilyen termékek, vagy hogyha vannak horribilis összegekért, úgyhogy itt Pécsen a diétázók boltjában szoktam vásárolni, vagy hogyha nagyobb mennyiséget kell beszereznünk, akkor inkább webshopból rendelünk, és akkor azt kiszállítják. Dóri úgy gondolta, megpróbál segítséget nyújtani a vele hasonló problémákkal szenvedőknek, ezért blogírásba kezdett. Blogja egyre nagyobb népszerűségnek örvend, van, hogy naponta 500-an olvassák a bejegyzéseit. 2012 nyár elején derült ki a gluténérzékenységem, és nyár végén kezdtem el írni a blogot, mert úgy gondoltam, hogy ezzel nagyon sokat segíthetek a sorstársaknak, akik szintén ebben a betegségben szenvednek. Legnagyobb arányban süteményes receptek vannak, ezeket keresik a leginkább, de vannak ilyen főtételek receptjei, vagy lelki tényezőkkel kapcsolatos bejegyzések, mert úgy gondolom, hogy ennél az életmódnál nagyon sokat számít az is, hogy nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő. A legnagyobb népszerűségnek örvendő bejegyzésem az egy vers volt, amit én írtam a gluténérzékenységgel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ez tényleg mindent belefoglal abba, amit ez az egész életmód tartalmaz, és voltak, akik többen is megosztották, hogy majd megtanulják, és akkor hát, hogy a laikusok könnyebben hozzá tudnak állni. De nem csak a kenyérám az ellenségem, minimálisra csökkent így az eleségem. Sonka, joghurt, csoki, mind veszélyforrás lehet, egy lisztérzékeny ember csak gluténmentes lehet. Szól a vers egy részlete. Kerestek meg szponzorok, webáruház, hogy mondjuk reklámozzam őket, és akkor kedvezménnyel vásárolhatok, vagy szintén egy ilyen témában blogoló lány keresett meg, hogy tehetik ki a receptjeimet, képeimet, és akkor így cserélgetünk. A pozitív visszajelzések és az írás szeretete lehetőséget teremt arra, hogy Dória későbbiekben üzletszerűen foglalkozhasson a blogírással. Tényleg érdekel az írás, benne van a pakliban, hogy újságíró szeretnék lenni, és gondoltam rá, igen, hogy a jövőben lehetne ez egy vállalkozás, örülnék is neki, mert ezt tényleg szeretem csinálni. Kedves nézőink, Önök Navigátor című műsorunkat látták. Legközelebb 2 hét múlva várjuk Önöket friss tartalommal. Addig is korábbi adásainkat és Nyitott Egyetem című műsorunkat megtalálják az alábbi elérhetőségeken. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!